kötésre. Hát, nehéz mit mondanom, mert az eredmény igazából nem tükrözi, úgy gondolom, a játékképét. Az első fél idő, mind a Debrecennek, mind nekünk is megvoltak a lehetőségeink, tehát akár 3-3-mal is fordulhattak volna a csapatok. Mikor a második fél idő első 5 perc után úgy éreztem, hogy csak időkérdés, hogy mikor rugunk gólt, mi be is következett, és azt hittem, hogy ezt a meccset a magunkra tudjuk fordítani, de hát az őszön jellemez minket. Sajnos nagyon egy elég komoly egyéni hiba, tehát hátrányba kerültünk, amit már nem tudtunk sajnos kompenzálni. Jött a harmadik, és utána igaz, hogy még sikerült szépíteni, de veszett fejszennyele, gyanánt, hogy a támad velőre. Eljött a negyedik, úgyhogy összességében gratulálom kell a Debrecennek, mert valamivel jobbak voltak, de igazából nem volt benne be a mérkőzésbe, én úgy érzem, hogy ilyen simán kikapunk. Ugye 5 meccsen hosszú ideje tart a nyeretlenségi sorozatot, úgy gondolod, ebből ki lehet lábalni? Hát persze, minden sorozat megszakad idővel, úgyhogy bíztunk benne nagyon, megmondom őszintén, tényleg, hogy nem fogunk ma kikapni Debrecenbe, és így utólag tényleg, ha egy-egynél kicsit masszívabbak, hogy megtartjuk a labdát, akkor és nem csinálunk egy ilyen nagy hibát, akkor akár bármi lehetett volna. Tény, hogy nem emlékszem rá, hogy az utóbbi időben mikor lett volna, hogy már öt, ahogy mondtad, 5 mérkőzés óta nem tudtunk nyerni. Hát most a csúnya szóval mondta, a fene-fené teszik, és a Pécset otthon meg kell venni jövő héten. Na most már egyre jobban maradunk el az élmezőnytől, mert többen kérdezték, hogy kimondott cél, kitűzés nincs a csapat előtt, de azért egy olyan sikeres év után, mint a tavaly év után nagyon szeretnénk ott lenni újból a mezőny elején, úgyhogy baj nincs, hogy Debrecenben kikaptunk, de tényleg most már 24. órában vagyunk, úgyhogy jövő héten mindenképpen győzünk el. Pont ezt kapcsolódna a következő kérdésem, érzés, szerintem meg lehet ismételni a tavaly teljesítményt, illetve eredményt? Hát mindig, pont így a debreceni évek tanulság alapján mondom, hogy egy címet először megnyerni mindig könnyebb, mint megvédeni. Hát tény és való, hogy tavaly az ilyen kiki meccs, nem is, hát jó, most mondom még egyszer, az eredmény nem ezt tükrözik, de akár az elmúlt hetek döntetlenjei, ugye ez mind kiki meccs volt, és ezeket tavaly mind megnyertük, és ezért lettünk másodikok és nem nyolcadikok. Tehát ha ezeket a meccseket újra hozni tudjuk, akkor ott tudunk lenni a mezőny felében. Nagyon nehéz dolgunk van, mert két csapat, ugye Debrecen meg a Győr most már nagyon kimagaslik a mezőnyből, de nagyon szeretnénk ott lenni. Tehát belkóstolt a csapat az Európa Ligában, mindenki élvezte mindegyes pillanatát, úgyhogy szeretne újra ott lenni. Hát ezért többet kell tenni, és tényleg az ilyen hatalmas bakikat, amiket ma is elkövettük, ami nem jellemezte a csapatot idáig, azokat mindenképpen ki kell küszöbölni a játékunkban.